Simonka György néhány héttel ezelőtt skótruhában valószínűleg fogához kell vernie a garast, mint az egyszeri skótnak. A képviselő fizetéséből ugyanis havonta jelentős összeget vonnak le, mert végrehajtási eljárás zajlik ellene, más jövedelme vagyonnyilatkozata szerint nincs. Mindez annak a pernek a tárgyalásán derült ki, amelyet a Blik indított az országgyűlés hivatala ellen. A tárgyaláson hangzott el, hogy Simonka György tiszteletdíjából havonta letiltanak egy bizonyos összeget. A tartozás ebből az árverési dokumentumból derült ki tavaly. Az értesítés szerint Simonka György teherautója került kalapács alá, mert nem fizette egy 250 milliós hitel törlesztését. A pénzt nem ő, hanem volt cége új tulajdonosa vette fel, de készfizetőkezességet vállalt rá. Ez azt jelenti, hogy ha a hitel felvevője nem fizet, neki kell törlesztenie. Az országgyűlés hivatala nem árult el részleteket a Simonka György ellen indított végrehajtással kapcsolatban. A perben azonban az kiderült, hogy egyszerre többen is kértek végrehajtást a képviselő ellen. Simonka György legfrissebb vagyonbevallásába egyébként beírta, hogy közel 86 millió forinttal tartozik. A Blik számítása szerint Simonka 527 ezer forintos nettó fizetéséből legfeljebb 384 ezer forintot lehet letiltani a törvény szerint. Ebben az esetben 142 ezer forintja maradhat a megélhetésre, ebből fizeti annak a családi háznak a havi 60 ezer forintos bérleti díját, ami korábban az ő tulajdona volt. Így havi 82 ezer forintja marad. Itt lakunk a feleségemmel. Már nem a képviselője az új kígyósi ház, eladta a saját unoka húgának, tőle bérli vissza. Ezért tett korábban feljelentést ellene az Együtt Békés megyei elnöke. Emberileg, politikailag, erkölcsileg gyakorlatilag vállalhatatlan most már mindaz, amit Simonka György művel. A feljelentésre adott ügyészségi válaszból derül ki, már folyik eljárás Simonka Györggyel szoros összefüggésben költségvetési csalás miatt. Egyik volt üzlettársát pedig előzetes letartóztatásba is helyezték. A Fideszben azt tervezik, hogy elbeszélgetnek Simonka Györggyel. Hogyha vannak ilyen eljárások, akár a sajtóból, akár a képviselő úr tesz ilyen bejelentést a párt felé, akkor természetesen az illetékes testületek, végső esetben a Fidesz elnöksége ezt megtárgyalja. De ezt az ügyészség bejelentette? Attól tartok, hogy ilyen jellegű megbeszélésre Simonka György képviselő esetében is sor fog kerülni. Simonka Györgyöt ma sem sikerült elérnünk. Kérdéseinkre az országgyűlés sajtóosztálya csak annyit közölt, két képviselő tiszteletdíját terheli letiltás.